Szeretném ezúton is megköszönni a partnerek segítő támogatását. A Sport és Tudás című 4 éves fejlesztési program részleteit ismertették a projektben érintett felek, vagyis az egyetem, a KPMG Hungária Kft., valamint a Molnár és Bányai Kft. Képviselői. A partnerek együttműködésük során kölcsönösen segítik egymás szakmai előmenetelét, így a KPMG például részt vesz majd a kampusz gazdasági tanácsában, szakmai tanácsadói támogatást nyújt stratégiai kérdésekben, de többek között a hallgatók elhelyezkedésében is segítkezik, valamint a vállalat szakemberei különböző témakörökben előadásokat is tartanak majd az egyetemen. Minden olyan együttműködés, ami hallgatóinak a gyakorlati tudását, elméleti tudását, a projektben a képességeiket, az interaktivitást, a csoportmunkát támogatja, ez nekünk nagyon-nagyon fontos. És a KPMG, mint cég méretéből adódóan, hálózatos jellegéből adódóan nagyon sok lehetőséget tud számunkra biztosítani. Az együttműködés értelmében a kampusz például bekapcsolja a nagyobb rendezvényeibe a könyvvizsgáló, adó és üzleti tanácsadó céget, arculati megjelenést biztosít a vállalatnak, vagyis létrejöhet egy kétirányú tudástranszfer, egy szinergikus, hatékony partnerség. Először is azt gondolom, ez egy hosszú távú együttműködés, tehát nem egy évre, hanem inkább egy évtizedre szólna. Másrészt úgy gondoljuk bekapcsolódni a győri gazdasági életbe, talán újabb ügyfeleket megnyerni magunkra, és együtt őket kisegíteni esetleg a nagyobb piacokra és a nemzetközi porondra. Az összefonódás talán legjelentősebb állomása a sportot célozza meg, hiszen a KPMG TAO forrásával egy új kosárlabdacsarnok épülhet a kampusz területén, ami a 2017-es győri ifjúsági olimpia szempontjából sem elhanyagolható. A mai együttműködési megállapodás egyik nagyon fontos része az, hogy a KPMG, ez a TAO-s részéből ajánl fel az egyetemnek, hogy ez azért nagyon fontos, mert ezáltal az egyetem egy új sportcsarnokot tud létrehozni, megvalósítani, mégpedig egy új kosárlabdacsarnokot. Győrváros és az egyetem az már egy nagyon komoly együttműködésben van, annak érdekében, hogy 2017-ben az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál keretében az egyetem is versenyhelyszín legyen, a már meglévő egyetemi csarnok például ilyen helyszín lesz, illetve szeretnénk a sportolók elhelyezését, illetve a sportolók egy részének az elhelyezését is itt a Széchenyi István Egyetemen megvalósítani. A felek egy együttműködési megállapodás aláírásával szentesítették jövőbeli közös munkájukat. Ha minden a tervek szerint halad, akkor a csarnok építése már 2014-ben elindulhat.